Köszöntöm Önöket mai rendkívül képviselőtestületi ülésünkön. Köszöntöm képviselőtestület tagjait. Köszöntöm Bona Tamás alpolgármester urat, dr. Boros István címzetes főjegyző urat. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozat képes létszámban jelen van. Egyben indítványozom, hogy a következő napirendi pontokon haladjunk a mai testületi ülésünkön sorban. Ezek a következők lennének. Első napirendi pontként javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondására. Az előterjesztője a napirendi pontnak én, illetve dr. Boros István címzetes főjegyző úr leszünk. B pontban javaslat KEOP 1.1.1 per CPR 13 pályázaton való részvételre. A napirendi pont előterjesztői szintén én, illetve címzetes főjegyző úr leszünk. Második napirendi pontként javaslat tankönyv és beiskolázási támogatásra, és végül harmadik napirendi pontként indítványok javaslatok képviselő előterjesztése. Kérném a képviselőtestületet, hogy amennyiben egyetértenek a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal, készszállomeléssel szavazunk róla. Köszönöm szépen egyhangú szavazás eredménye. És akkor rögtön kérdenünk is az első napirendi ponttal. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elmondására. Előjáróként elmondanék, annyit, hogy ugye már érintőlegesen beszéltünk arról, hogy ugye valószínűleg az AVE az kivonul Magyarország területére a hulladékgazdálkodásból, és ez másféle formában fog megvalósulni. A képviselőtestület tudja, hiszen mi szavaztuk meg, hogy 2011. december 27-én az AVE-val kötöttünk tulajdonképpen személyszállítási szerződést. Ugye a 2012. évi 185-ös törvényben benne van az, amely 2013. január 1-én lépett hatályba, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodási szervezetnek hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel kell rendelkeznie, valamint az országos hulladékügynökség által kiadott minősítés is a birtokában kell, hogy menjen. És ezt ugye 6 hónapon belül kell megszerezni a szerződéskötéstől számítva. Na most jelen pillanatban az a helyzet, hogy az AVE-nak ez a fajta engedélye, illetve minősítése nincsen meg, és ezt egy országos közhiteles nyilvántartásból erről tájékozódhatunk. Ezért én azt indítványozom a képviselőtestületnek, hogy az AVE-val kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a képviselőtestület mondja fel, hiszen erre joga van, és 6 hónapi határidővel rendes felmondással tegyük ezt meg. Kérdési észrevétel, hanem felhangzottakkal kapcsolatban. Tessék, képviselő úr! Egy fél év, köszöntöm a tisztelt nézőket és a képviselőtestület tagjait. Egyetlen kérdésem van csak, ha felmondjuk a szerződést, másik szerződésre a január 1-i nappal rendelkezést fog állni, ami helyettesíti majd a AVE szolgáltatását. Igen, erre jegyző úr fog válaszolni, mert ő volt a konzorcium ülésen, de azt hiszem, hogy az ember át is adnám neki a szót. Igen. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit, de nagyon fontos döntéshez érkeztünk. Én az elhangzottakat először annyira szeretném kiegészíteni, hogy nem csak joga a képviselőtestületnek, hanem törvényben meghatározott kötelessége felmondani a szerződést, és ha ezt nem teszi meg, ahogy a idézett jogszabályairól benne van, akkor a megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást fog indítani. Tehát kötelessége a képviselőtestületnek felmondani, mert a közszolgáltató nem rendelkezik azokkal az engedélyekkel, amit jogszabály számára előír. Június 28-án volt a konzorciumi ülés, és hát azért, hogy is mondjam, tapítható volt az aggodalma azon a résztvevő konzorciumnak tagokon, ugye ezek a polgármesterek voltak, illetve meghatalmazás alapján én voltam ott, hogy ez pernélkül nem fog lezajlani. Ahogy mondta a polgármester, az AVE valószínűleg ki fog vonulni,
de nem azért mondjuk fel a szerződést, mert az arra kivonul, hanem az arra azért vonunk ki, mert felmondjuk a szerződést. Nem csak mi, hanem az összes önkormányzat, mivel hogy nem szolgáltathat. És előtte ugye az Zala is írt egy levelet a polgármestereknek, amiben egy burkolt fenyegetőzés, hát illetve önvédelmi lépésként perek kilátásba helyezése volt, és ugye ettől félnek az önkormányzatok, hogy itt egyetemlegesen mindenkit perelni fog, elmarad haszon, meg kár, meg mit tudom én. De van egy nagyon fontos dolog, és ez kiderül a határozati javaslatból is, hogy ugye az ABBA arra hivatkozik, hogy a közszolgáltatási szerződésben van egy olyan pont, hogy akkor lehet azt felmondani, hogyha az ő kötelezettségét jogerős bírói határozat alá támasztja. Ugye itt nyilván kötelezettséget szeg, mert nem szerzi be az engedélyeket, és azért nem szerzi be az engedélyeket, mert nincs rá módja, mert csak olyan közszolgáltató kaphat engedélyt, ahol többségi tulajdonosa az önkormányzat, illetve az önkormányzatok alkotta a konzorcium, és az ABBA nem volt hajlandó átadni a konzorciumnak, illetve Miskolcvárosnak azt a tulajdoni hányadot, ami ezt a feltételt teljesítette volna. De még egyszer a perre, így, és mindenkinek az volt az álláspontja, és a Miskolc által felkért ügyvédi irodának is az ABBA csak az államot tudja perelni. Mi nem a közszolgáltatási szerződésre hivatkozunk, hanem a kulvari törvényre hivatkozunk. Tehát ez nagyon fontos, az államot aztán perelheti, az már nem a mi dolgunk, de hogy válaszoljak a képviselő úr kérdésére, és ezen a konzorciumi ülésen megalakult a nagyon szép nevű Mirehu köz, ami a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non-Profit Korlátozott Felelősségű Társaság. Megválasztottuk az ügyvezető igazgatóját is, Majd Satilla, aki komoly tapasztalatokkal rendelkezik ezen a téren. 5 millió forint törzsbetétel alakult meg ebből a 100 000 forint a sajószöget kötelezettség, ugye a minimum, a gazdasági törvény szerint előre rendelkezni kell a tagoknak, és már ez a non-profit korlátozott felelősségű társaság adja be azt a keopos pályázatot, illetve hát már be is adta, és ezért kell utólagos felhatalmazás, ugyanis ez a pályázat is úgy működik, hogy nekünk is ott osztották ki a határozati javaslatot, és elmondták, hogy 10 milliárd forint áll rendelkezésre, már ebből 3 el is fogyott, mert ahogy adják be a pályázatot, úgy elépítik ki a pályázókat. Ez a konzorcium is, illetve a megalakult társaság 3 milliárd forintra, 3,2 milliárd forintra pályázik, ebből lesz eszköz, ebből lesznek gépek, ebből lesz informatika, a hulladéklerakó az pedig a konzorciumé. Tehát a helyi papír az annak az arénaknak semmi köze, tehát gyakorlatilag biztosított a személy elhelyezése, és hát innentől kezdve már az új társaság felelőssége, hogy ő januártól szolgáltatni tudjon, illetve hát itt lesz egy kis csúszás, mert ugye 6 hónapig kell szolgáltatni az arénak, ez egy kicsit január közepén vége fele fog lejárni. Biztos, hogy nem lesz zöggenőmentes, de az is biztos, hogy kizárt, hogy itt szemét hegyek keletkezzenek, mert ha valami ok folytán ezt a 6 hónapos határidőt az ALE nem szolgáltatná. Ugye a felmondás idő alatt ő köteles szolgáltatni, de tegyük fel, hogy nem, az új társaságnak nincsenek eszközei, akkor viszont a katasztrófavédelmi törvény szerint közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdethet ki a kormány, ami azt jelenti, hogy a katasztrófavédelmi hatóság fogja elszállítani a szemetet, és az ehhez szükséges eszközöket akár le is foglalhatja az ABÉ-tól hatósági úton. De valószínűleg, hogy erre nem fog sor kerülni, már csak azért, mert hogyha ezt az ABÉ esetleg ezt fontolgatná, akkor aztán végképp semmi esély a perre. Mert ugye minden peres eljárásban kötelezettséget teljesít.
minősíteni kell, még akkor is, hogyha vitatja a fél, mert azt majd a bíróság megállapítja, hogy jogszerű volt a felmondás, vagy nem. De hogyha ő nem szolgáltat, megszegi azt a kötelezettségét, ami benne van a szerződésben, hogy a felmondás idő alatt is kötelez szolgáltatnak, akkor aztán semmi esélye. A másik, ami esetleg majd még problémák, a buszatvárát, ezt se látom ennek problémának, ugye a kukaedények az oda letulajdona. Ezt nem is vitatja a konzorcium sem, és az önkormányzat sem, ugye ingyenesen kapta a lakosság igény szerint. Ahogy az új társaság ügyvezető igazgatója mondta, volt már erre példa, hogy nagyobb költséget jelent összegyűjteni a kukákat, mint ott hagyni. Itt még milliós nagyságrendről van szó. Tehát az is lehet, hogy itt hagyják, de ha összegyűjtik, akkor is megoldást keresünk, illetve hát a társaság biztosítani fogja az edényzetet, mégpedig ebben a pályázatban már az szerepel, hogy két lépcsős díjtételt szeretnének bevezetni, ami szerintem egy nagyon jó dolog lenne, már én régóta szorgalmaztam, ami azt jelenti, hogy, és ugye ezért van a pályázatból nem csak eszköz, hanem informatikai eszközök beszerzése is, hogy csippel ellátott kukák lesznek, a gépkocsin pedig csippolvasó, lesz egy alapdíj, és onnan, amit mindenki fizet értelemszerűen, azon felül viszont csak annyi szállítási költséget, ahányszor kiteszi a kukát. Tehát gyakorlatilag már közelítünk a szolgáltatás és ellenszolgáltatás, ahol már bíróság által kimondott alapelvhez, hogy ezek legyenek egyensúlyban. Tehát ezek nagyon-nagyon szép célok és tervek, mert bízunk benne, hogy meg is fog valósulni, minden esetre az első lépcső az, hogy a testület mondja fel azt a szerződést, aztán a második az, hogy nyerje ez a pályázat. Mondom, a társaság kész üzleti terv, erre az évre bemutatták, következő évre kiszámolva. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy gördülékenyen megy minden a számán, és ami ugye nem utolsó szempont, hogy mindez kormányzati és jogalkotói támogatással, hiszen ez egyértelmű a szándék. Valami kérdés? Tiszteltel köszöntöm én is a Sajó Szöget nézvét, képviselőtársaimat, érzőről a polgármesterülnök. Bennem több kérdés merült fel. Tényleg nagyon szép ez, amit Cizetes Főjegyző vázolt a konzorciummal kapcsolatban. Nekem konkrétan olyan aggályai merültek fel, hogy ha valami oknál fogva csúszik a pályázat, és január végére sem lesznek a lakosoknál a kuka, és mondjuk az abban összeszedi a szemetes edényeket, vagy ha nem szedi össze is. Tehát mi lesz arra a garancia, hogy a lakosságtól elviszi 2014. január 30-án is, hogyha még a pályázat nem úgy van, hogy sok meg is, mindenki tudja, hogy jöhet olyan váratlan esemény, ami miatt csúszik. Hogy nincsen nagyon szorosra kiszámolva ez a 6 hónapos felmondási idő. Az nagy megmutató, hogy a felmondási idő alatt is az agének szolgáltatnia kell, tehát az nem fordulhat elő, hogy a lakosságtól nem szállítják el a szemetet. A másik aggályom pedig az, hogy két lépcsős a számlázás, és annyit fizet a lakosság, amennyit felhasznál. De gyakorlati példa az is, hogyha végigvitítünk a Tiszaújváros felé a bicikli úton, hogy nagyon sokat eldobált szemét. Hogy gazdasági vagy egyéb okokból valakik nem fogják úgy terhelni takarékossági szempontból a saját tárolóedényeiket, és bizonyos helyekre helyezik el ezeket a olyan lakossági kommunális hulladékot, amit a kukába kellene beletenni. Vagy nem fogja megindulni azt, hogy emlékezik a szemetek nagy többségét. Tehát én itt ezt látom, hogy ha tényleg úgy lenne, hogy annyit fizetünk, amennyi szolgáltatást igénybe veszünk, akkor ezekre is kellene szerintem gondolni. A másik dolog pedig az, hogy ezek a csippes kukák valóban benn vannak-e már az országban. Van-e egyáltalán legyártva, hisz hangzottak el olyan dolgok is, amelyeknek a megvalósulása immár 6 hónapja csúszik. Tehát én egy kicsit ettől úgy tartok, hogy felmondunk valamit, addig még a másik dolog nem kézzel fogott. Nekem csak ennyi lenne az aggályom és a kérdésem. Köszönöm szépen. Hát ő biztos nem fogalmaztam elég érthetően, ezért még egyszer elmondom.
a 6 hónapos felmondási időt és egyáltalán azt, hogy felmondjuk, az nem a képviselőtestület szándékán múlik. Ugyan lehet úgy szavazni, hogy nem mondjuk fel, akkor ezt megteszi helyettünk a kormányhivatal. Ez jogszabályban előírt, ahogy idéztük a levélben, a hulladék törvény 90 szakasz 5. bekezdése, hogyha a szolgáltató 6 hónapon belül nem szerzi be a szükséges engedélyeket, akkor a határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos határidővel a képviselőtestület felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja. Törvényességi felügyeleti eljárás most nem akarom elmondani, a lényeg az, hogy itt akár milliós bírságot is kiszabhatnak, hogy ösztönözzék a képviselő testületet a jogszabály szerint döntés meghozatalára. Tehát a 6 hónap az nem mi találtuk ki. Ez egyébként a közszolgáltatási szerződésben is így van, hogy felmondani csak 6 hónapos határidővel lehet. A szállítás, ahogy mondtam, nem történhet meg akármilyen viszmajor, következik be, akkor a B-terv az, hogy a katasztrófa védelme hivatal, vagy hogy is hívják más, katasztrófa védelme, a katasztrófa védelme összeszedi a szemetet és szállítja addig, amíg erre a közszolgáltató nincs felkészülve. A pályázattal nem lehet elkésni, mert a pályázatot már beadta a Mirehu, ez a korlátozott felelősségű non-profit társaság Miskolc gesztorságával, ezért szól úgy a határozati javaslat, hogy utólagos felhatalmazásunkkal adták be, pontosan azért, hogy ez minél hamarabb indulni tudjon. A hulladék, illegális hulladék lerakással kapcsolatban természetesek az aggályok, ez ott is elhangzott. Nyilván olyan törvény nincs, amit jogszabálysértő magatartással ne lehetne kijátszani. Szigorítani kell az ellenőrzést, változtatni kell a szemléleten, illetve azt viszont nem mondtam, és ezzel is csökkenni fog majd az elszállítandó hulladék mennyisége, hogy házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést is terveznek. Több fakkos megoldással, tehát nem csak papír, nem csak műanyag, hanem sörös doboz, színes zsákokkal, nem tudom, hogy amik nyilván megint csökkenteni fogják a kukával levő hulladék mennyiségét. Én nem mondom, hogy biztos lesznek olyanok, akik elégetik majd, vagy esetleg megpróbálják más úton, hogy megszabaduljanak. Nyilvánvaló, hogy kérni fogunk egy kimutatást azért, hogy ki milyen gyakran mennyit szállít, és hogyha valahol nagyon feltűnő és aránytalan az elszállított hulladék, akkor célzottan fogjuk vizsgálni azt, hogy mi történik a szeméttel. Ehhez már én tervezek egy rendeletet, nem kifejezetten erre, hanem az ÖTV lehetőséget ad a kirívóan közösség ellenes magatartások szabályozására. Nem teljesen ide tartozik, de igazából abból a célból tervezem ezt, hogy legyen valami eszköz a képviselőtestület nevében, tehát a jegyzőnél, aki most már január 1-től az ugyanúgy az önkormányzat szerve, mint a polgármester, tehát én is eljárhatok meg önkormányzati hatóság ügyben, mert a lényegre rátérek, tehát a gazos porták szankcionálására most már nincs gyakorlatilag semmilyen lehetőség, majd várjátok ki. Viszont, hogyha ezt a rendeletet megalkotjuk, akkor lehet ezt bírságolni, és így ösztönöznek a tulajdonosokat, hogy tartsák rendben a portályokat és az előterelő közterületet, és ugyanígy az illegális hulladéklerakást is lehet lesz majd szankcionálni, sokkal egyszerűbben, mint az bizonyban, hogy most kiírnak hulladékbírság, meg mit tudom. Tehát én nem mondom, hogy mostantól most már olajozottan és patentúr cseppintésre fog működni, mert azért ez egy óriási átállás, biztos lesznek kisebb problémák. Azon legyünk, hogy megoldjuk és minél gördülékenyebben haladjunk, és ne kerékötői legyünk ennek a mindenki számára szerintem örvendetes átállásnak.
ami ismétlenül, vagy nem győzöm hangsúlyozni, hogy jogszabályi kötelezettség, az is benne van a törvényben, hogy 2004. január 1-től csak non-profit gazdasági társaság szolgáltat. Ezt nem lehet nyereségorientáltan végezni, az alve csak az elmúlt évben 100 millió forintot vitt ki, csak innen ebben a térségben. Mindenképpen utolsó kérdésem lehet, hogy a új hulladék egyénes ingyenesen kapta a lakosságot kirítésen néven. Ilyen részletekre még nem tudok válaszolni. Tehát akkor összefoglalom az aggályokat, meg a válaszokat. Ugye, elmondtam az elején, hogy jogunk felmondani a közszolgáltatási szerződést, nem csak jogunk, hanem kötelességünk is. Tehát most már tisztán látjuk, hogy ezt mindenképpen meg kell tenni, másképpen bírságolható lesz az önkormányzat a törvényességi felügyeleti eljárás keretében. Ez az egyik. Ugye a másik az, hogy nem fordulhat elő az, hogy a hulladékot nem szállítják el tőlünk, mert hogy A vagy B megoldás szerint el lesz szállítva a hulladék. Ugye azon sem kell aggódni szerintem, hogy a újon alakult konzorciumnak nincsenek meg hozzá megfelelő eszközei, hiszen hogyha a katasztrófa védelem szállítja el esetlegesen a hulladékot, akkor neki joga van az eszközök lefoglalására is. Tehát én azt hiszem, hogy az elmondottak tükrében, akkor térjünk vissza arra, amit én az elején mondtam, hogy mivel az AV-nak nincs meg a hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó engedélye, illetve minősítése, én indítványozom a vele kötött szerződés fölmondását 6 hónapos határidővel. Amennyiben nem, ebben a képviselőtestület egyetért, akkor kérném, hogy készfeleléssel szavazzon róla. Köszönöm, hogy hangos szavazás eredménye. Én azért felolvasnám a előterjesztés szövegét, hogy pontosan tudjuk, hogy miről szavaztunk. Tehát sajnosztövő az önkormányzat képviselő testülete megállapítja, hogy az AVE Miskolc Kft. A hulladékról szóló 2012. évi 185-ös törvény 90. paragrafus 4. bekezdésében előjött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyen nem rendelkezik. Ezért felhatalmazza a polgármesterét, hogy a HT 90. paragrafus 5. bekezdése szerint Sajószöget község önkormányzata és a AVE Miskolc Kft. Között lévő Sajószöget község Szilárd kommunális hulladékának összegyűjtése és ártalmatlanításra történő elszállítására kötött közszolgáltatási szerződést mondja fel. Tehát ez az, amiről a képviselőtestület az előbb évben szavazott. És akkor az előterjesztésnek ugye van még egy másik része is, ami a pályázatról szólt, amit színes főjegyző úr az előbb évben részletesen elmondott számunkra. Ugye ennek az előterjesztésnek a határozati javaslata pedig a következő. Sajószöget önkormányzat képviselő testülete a KEOP 1.1.1-1 tehát 13 települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai és korszerűsítése megnevezésű pályázaton való indulásról döntünk a Miskolc térségi konzorcium tagönkormányzatként. Sajószöget önkormányzat képviselő testülete utólagos jóváhagyást ad Sajószöget önkormányzat polgármestere számára a Miskolc térségi konzorcium 2013. június 28-án megtartott ülésén megadott felhatalmazás megadása pályázat előkészítésére és benyújtására Miskolc megyei jogú város önkormányzata, mint Gesztor önkormányzat számára a kiírásra kerülő KEROP 1.1.1-1 13 települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése, megnevezése pályázati eljárásban. A pályázati tartalom jóváhagyását követően konzorciumi jóváhagyó döntése. Tehát egészes, hogy az első olvasatban érthető volt. Igazából az a lényege, hogy az újon alakult konzorciumnak, hogy megadjuk a lehetőséget arra, hogy ezen a pályázaton induljon, hiszen ha nem adjuk meg, akkor nem lehet eredményes a pályázat. Kérném, amennyiben a képviselőtestület a első napi rendi pont B pontjának határozati javaslatát elfogadja, akkor kérném, észfelemeléssel szavazunk róla. Köszönöm szépen egy hangú szavazás eredményet. És én utólagosan még ehhez a napirendi ponthoz szeretném a képviselőtestületnek elmondani, illetve tájékoztatni a képviselőtestületet, valamint a lakosságot is arról,
hogy a 10%-os rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013-54-ig törvény szerint a hulladék gazdálkodási díjak 10%-kal csökkennek. Ami azt jelenti jelen olvasatban, hogy a rezsicsökkentés hatása, tehát a 10%-os rezsicsökkentés hatása majd a harmadik, negyedik számlázási időszakában fog jelentkezni, mostaniban még nem, ami forintosítva azt jelenti, hogy a 60 literes edények üdítési díja ezentúl 203 forint plusz 27% áfa, a 120 literes edények üdítési díja pedig 348 forint plusz 27% áfa. Tehát ez pontosan 10%-kal csökkent az előző időszakban jelentkező személyszállítási díjakhoz viszonyítva. Illetve hát mi egyből kiszámoltuk, szerintem ők el is számolták egy kicsit, és alacsonyabb összeget írtak, mint ami a 10% szerint kijönne, de ez már legyen a cég problémája, ezt is ki lehet vágni, látom meg. És akkor folytatnánk a második napi nevű pontunkkal. Javaslat tankönyv és beiskolázási támogatásra. Ugye előjáróban elmondanám azt, hogy ez már viszonylag hosszú idő óta kialakult rendszer nálunk. Ugye ez évben az állam átvette az iskola működtetését, de azt hiszem, hogy ezt a fajta hozzáállásunkat meg kellene tartanunk, és a tankönyv, illetve beiskolázási támogatást meg kellene, hogy tartsuk. Ugye ez korábbi években is úgy volt, hogy az általános iskolai tanulók részére a tankönyv költség 80%-át térítette meg önkormányzatunk, középiskolás tanulók részére 4000 forint per tanuló, illetve főiskolai egyetemi hallgatók részére 7000 forint per hallgató iskolakezdési támogatást nyújtott. Én indítványozom azt, hogy ezt a továbbiakban is tartsuk meg, illetve az általános iskolás tanulók részére oly módon oldjuk ezt a 80%-os támogatást meg, hogy miután a csekket ugye a szülő befizette a tankönyvre vonatkozóan, azt nálunk amennyiben bemutatja, mi azt követően a tankönyv költség 80%-át kifizetjük számára. Kérdés észrevétel van ebben általán elmondottakkal kapcsolatban. Akkor amennyiben nincs, akkor én felolvasnám a határozati javaslatot. A képviselőtestület kérelemre tankönyv támogatást nyújt a Sajószögei Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sajószögei tanulóinak. Igen, ez pontos, elfelejtettem mondani, hogy sajószögei tanulókról van szó természetesen. Beiskolázási támogatást nyújt a középiskolás sajószögedi diákoknak, valamint felsőfokú intézményben nappali tagozaton tanuló sajószögedi hallgatóknak. A támogatás mértéke általános iskolás tanulók részére tankönyvköltség 80%-a tanulónként, középiskolás tanulók részére 4000 forint per tanuló, főiskolai egyetemi hallgatók részére 7000 forint per hallgató. A tankönyvköltség befizetését igazoló csekk bemutatásának határideje pedig 2013. szeptember 15-e, a tanulmány folytatásáról szóló iskola látogatási igazolása beadási határideje pedig 2013. szeptember 30. Kérném a képviselőtestületet, amennyire a határozati javaslatot ebben a formában elfogadja, akkor kérném, hogy készfelemeléssel szavazunk róla. Köszönöm szépen egy hangos szavazás eredménye. A harmadik napirendi pontként következne indítványok, javaslatok, képviselői terjesztése. Tehát ugye, át is adnám, akkor címkes főjövőnök. Nálam van egy kérelem, Tanyi Gildes, Tanyi Gildeni, tisztolgálási lakosok rendelkeznek a Szegfű útok 30 szám alatt egy időlő ingatlannal, pontosabban kettővel, de gyakorlatilag ez már egybe van kerítve évek óta, úgy használják, mintha egy lenne. Most ezt a lényeges állapotot szeretnék az ingatlan nyilvántartásba is hasonlóképpen rendezni, magyarul összevonni a két felket. A probléma csak az, hogy ezek az ingatlanok annak idején beépítési kötelezettség
előírásával került egy értékesítésre, és itt az egyik van beépítve, a másik nincs, és a földhivatal csak akkor vonja össze az ingatlanokat, illetve akkor lehet az eljárást lefolytatni, hogyha a képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a beépítési kötelezettséget töröljék az ingatlan nyilvántartásból, illetve a 735-60-as helyrezi számú ingatlanról. Én javaslom, hogy mivel semmi előnyünk nem számozik abból, hogyha ez rajta marad, járuljon hozzá a képviselőtestület, és akkor ez a két telekből egy telek lesz. Kérdés is szerintem van, hogy ez jól látok a... Én azt hiszem, hogy ez hátrányunkra nem fog maradni, úgyhogy kérném készfelemmel is ezt a hozatóval, amennyire látom, a képviselőt. Köszönöm, egy hangú szavazás eredmény. Az egyenekben a képviselőtestület részéről már még valami. Tessék, képviselő úr. Egy kérdésem lenne csak. A Tolnai tó partjára, ott, ahol van ez a rakva lerakódás, és akkor mellé sít, törmelék és egyéb, hol kevesebb, hol több. Az ki az a terület? Miénk, vagy pedig magántulajdon? Azt én úgy tudom, hogy magántulajdon. Magántulajdon? És nem tudom, hogy milyen eszközünk lenne arra, mert elég rendben látványom a 35-ösről, hogy bejön az ember balra. Ugye a kereszt sejíz a lé a tó felé eső része. Mindenképpen hát a sít, hogyha ez valóban sít, az veszélyes hulladéknak. Azaz, az mindig az adott István. Jó, utána beborítják, már mit ugyanaz volt, de bebondik a gyertyát, de amikor ő lerakják, akkor mindenki látja, hogy borítják saját szület. Meg fogjuk nézni, a tulajdonos kötelessége, hogyha ismeretlen a hulladék lerakó személye, hogy elszállítsa az ingatlanáról, erre tudjuk kötelezni, illetve a hulladék gazdálkodási bírságot lehet kiszabni. Én nekem szerintem, ahol a kapot árulnak, az berigzálja, az biztos. Ez a mellette lévő, a több füves terület, és a tó felé költözik. Igen, igen, igen. Nézzük, hogy is kérdésben, hogy helyreti szám alapján kis felszólítjuk a tulajdonost, hogy szállítsa. Nem tudom, hogy az a Józsi helye az Ördög Józsi. Szerintem ugyanúgy berigzálja. Szerintem ugyanúgy a... Tehát azt már én is láttam, többször is láttam, tehát egyértelmű sittel töltik fel a területet, utána beborítják termőfölddel, de alatt a sit van. Tehát miért? Eltüntetni a sittet? Hát egyrészt eltüntetni a sittet, másrészt növeli a területet, mert eddig ugye ilyen volt, most ja, értem, ilyen lett. Hát úgy növeli a területet, hogy ugye mégis nem növeli a területet, hanem egy terület egy címbe lesz. Egy címbe, nem egy címbe volt. Csak úgy épp az, hogy mi arra kérjük a bázat, hogy jön a Mirhántól vigyük el a sittet, amit dolgoltak, és a falu másik részén meg elkezdik lerakni. Hát. Teljesen jó István. Köszönöm szépen. Jó, hogy indítvány képviselő előterjesztés van-e, még a testület ülésen. Akkor amennyiben nincs, én megköszönöm önöknek a mai munkát, és tisztelettel köszöntöm önöket mai képviselőtestületi ülésünkön. Köszöntöm a televízió nézőket. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Egyben javaslom azt, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokon haladjunk a képviselőtestületi ülésünkön ma végig, melyek a következőek lennének. Első napirendi pontként javaslat, a KEOP 1.1.1 per 13 települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése megnevezésű pályázat beadásáról szóló 50 per 2013 7. hó 4. határozat kiegészítésére. A napirendi pont előterjesztője én leszek. A település második napirendi pontként a település rendezési eszközök módosításával kapcsolatos vélemények ismertetése, javaslat a vélemények elfogadására, a véleményezési szakasz lezárására. A napirendi pont előterjesztője dr. Boros István címzetes főjegyző úr lesz, és
végül harmadik napi rendi pontként indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztése. Amennyiben a képviselőtestület elfogadja az általam ismertetett napi rendi pontokat, akkor kérném kész felemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm, egyhangú a szavazás eredménye. És akkor én kezdeném is az első napi rendi ponttal. Ugye előjáróban szeretnék annyit elmondani, hogy előző testületi ülésünkön ebben a tárgyban már szavaztunk ugyan, nem ezzel a részletességgel, mert ugye az újból alakult hulladékgazdálkodási konzorciumnak a vezetője járt nálam, és elmondta, hogy köszöni, hogy ilyen együttműködőek vagyunk, és szavaztunk azokról a határozati javaslatokról, amelyeket ők előjáróban küldtek, de az a pályázat, amelyen részt szeretnének venni, és eredményesek szeretnének lenni, ez még a mostani határozati javaslatról történő szavazás megköveteli. A határozati javaslatokat az eredeti szövegben, amit felül lát a képviselőtestület, azt tegnap este 6:30 kaptuk meg, tehát ez az eredeti forma. Az a határozati javaslat pedig, amit alul látunk, az az általunk megszövegezett, összefoglalt formája ennek, mely a következő képpen hangzik. A képviselőtestület támogatja a KEOP 1.1.1 per C per 13 pályázat benyújtását. A képviselőtestület jelen határozatával igazolja, hogy a Miskolc térségi konzorcium által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához felhasznált, illetve a megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Sajószöged önkormányzat képviselőtestülete a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót megismerte és elfogadja, és végül Sajószöged önkormányzata ezúton igazolja, hogy települési szilárd hulladék kezeléséhez, gyűjtéséhez a korábbi KEOP 1.1.1 per B per 10 kötőjel 11 kötőjel 2011-0001 azonosító számú projekten túl nem vett igénybe támogatást, más pályázatban nem vesz részt. Kérdés észrevétel van az elhangzottakkal kapcsolatban? Akkor amennyiben minden érthető, akkor összefoglalva, tehát ezzel megsegítjük az új alakult konzorcium munkáját, hogy eredményesen tudjanak részt venni azon a pályázaton, melynek például részeredménye lesz az, sikeres pályázat nyertességet, hogy én, amelyet a múlt képviselőtestület ülésen beszéltünk, hogy a lakosság csak akkor fog például szemétszállítási díjat fizetni, amikor ténylegesen kiürítik a kukáját alkalmanként. Az, hogy milyen rendszerben lesz ez megoldva, ez már nem a mi feladatunk, de például ez egy eleme a pályázatnak. Amennyiben nincsen kérdés továbbra sem, akkor kérném, hogy kész felemeléssel szavazzunk az elhangzottakról. Köszönöm egyhangú a szavazás eredménye, tehát az általam korábban felolvasott határozati javaslatot egyhangulag megszavazta a képviselőtestület. Második napirendi pontként a település rendezési eszközök módosításával kapcsolatos vélemények ismertetése, javaslat a vélemények elfogadására, a véleményezési szakasz lezárására, előterjesztő címzetes főjegyzőről, át is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Hát a településrendezési módosítás során nagyon szigorú és kötött eljárási szabályok vannak. Hogyha ezeket nem tartja be az önkormányzat, akkor lőttek az egésznek, ezért most jutottunk el az utolsó stádiumba, ami azt jelenti, hogy a kiküldött rendezési tervünket minden hatáskörrel rendelkező szakhatóság véleményezte a megyei földhivataltól a Nemzeti Közlekedési Hírközlési Hatóságig. Senki nem emelt kifogást, néhányan jeleztek pontosítást, az állami főépítész úr, a Bükki Nemzeti Park és a megyei földhivatal. Ezeket a megjegyzéseket a tervező jogosnak találta, ezért nem tartotta szükségét egyeztető tárgyalás lefolytatásának, illetve összehívásának, mert egyébként az még hosszabbította volna az eljárást, arról külön jegyzőkönyv, stb. Ilyenre nincs szükség. Ami az állami főépítész véleményéből a 2.5 pont mellett meggondolandónak talált, azt is elfogadtuk itt
vagyis hát elfogadásra javasolja a tervező és én is. Itt ugyanis az eredeti terv szerint a temető és a sportpálya környéke beépítésre szánt különleges területből beépítésre nem szánt területi övezeti besorolásba került volna hát. Ezt az állami főépítész úgy ítéli meg, illetve javasolja, hogy ez egy visszalépés, miért zárjuk ki magunkat abból a lehetőségből, hogy esetleg ezt a területet még valamikor beépítjük valamivel, amit én is teljesen jogosnak tartok, a semmibe nem kerül. Eddig is különleges területre volt ez a kettő, sportterülete és a temető területe. Most fölösleges itt meghatározni, hogy ez beépítésre nem szánt, maradjon beépítésre szánt különleges területként. Egyébként a többi észrevétel az jogszabályi pontosítás, illetve tervpontosítás, illetve volt néhány olyan terület, ami még a tervező nyilvántartása szerint telekösszevonás, illetve megosztás miatt már más helyrajzi szám alá került, illetve nem létező helyrajzi számi területnek minősül. Arról, hogy maga a módosítás mit érint, már többször beszéltünk. Ugye itt átminősített területek vannak gazdasági ipari övezetből, gazdasági kereskedelmi övezetbe, ez a pusztai melletti terület, ahol egy tüzép már elvitte a működési engedélyre vonatkozó nyomtatványokat, úgyhogy szerintem a napokban be is fogja adni, mert szeretne még nyáron megnyitni, illetve lakossági kezdeményezésre a Rákóczi úton, a hosszú telkek, amelyek két utcát is érintenek, azok megoszthatóak lesznek, így beépíthetőek is. Tehát ez is az önkormányzat érdekét szolgálja, hogyha nő a lakásállomány, és nyilván a lakosság számmal együtt nő, illetve a pályázatunkhoz kapcsolódóan a római katolikussal szemben levő terület megoszthatósága, egy parkoló kialakítása, ennyi a módosítás. Tehát ismétlem, hogyha ezt a beérkezett véleményeket a képviselőtestület elfogadja, akkor ezt a határozatot közzétesszük, megküldöm az állami főépítésznek, aki a végleges véleményének a megadásával járul majd hozzá ahhoz, hogy a módosítás hatályba lépjen szeptember 1-én. Köszönjük szépen, kérdés észrevétel. A közmű rendezési dolgok meg minden az érintik az önkormányzatot, vagy aki az eladásra kerül, a tulajdonost fogja terhelni ezek a... Közműveknek ez semmi köze. Közművek nem változnak, ugyanúgy maradnak a földbe. Hát, hogyha valaki új telket alakít ki, akkor ő majd a vizet, gázt, szennyvizet saját maga rendezi. Nyilván mi hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy a telkek közmű ellátottsága 100%-os legyen. Az igény miatt, hogy nehogy benyújtsák az igényt, hogy esetleg önkormányzat biztos. Nem, ahogy még, hogyha nem tudom, emlékszik erre a képviselőtestület, magának a módosításnak a költségeit is a lakosok állják, ez az önkormányzatnak egy fillérjébe nem kerül, egy részét a vállalkozó, aki oda fog települni, másik részét pedig azok a lakosok, akiknek érdeke, hogy megoszthatóvá váljon a telkük. Erről szerződésünk ezt van. Ezt tudatosítani kell, mert ugye az idő az sok mindent eltakar. Tudok erről, hogy volt egy ilyen határozatunk anó valamikor. Szerződésünk van, ők ki is fizették. Számlánkon ez a pénz, ahogy a módosítás hatályos, hogy úgy fogom utalni a tervezőirodának a pénzt. Köszönöm szépen. Van a kormányhivatal, megyei kormányhivatal, földhivatal által kiadott vélemény, és ott van a második francia bekezdés, hogy azon változtatások ellen szintén nem emelnek kifogást, amelyek az erdőterületeket, és itt felsorol egy jó pár helyrajzi számú külterületi ingatlanokat, hogy ezzel lehet, hogy volt róla szó, de nem igazán vagyok. Nem, ezek jogszabályváltozásból adódó jelölések is változtak, és nyilván, hogy átdolgozásra kerül az egész, akkor már új jelölési rendszerrel kellett a mellékelt térképvázlatokat, terveket elkészíteni. Értem, köszönöm szépen. Egyéb kérdés, észrevétel van-e még az elhangzottakkal kapcsolatban? Akkor amennyiben nincsen, akkor ugye összefoglalom, tehát a
szakhatóságok, az illetékes szakhatóságok, mindenki megküldte véleményét a településrendezési tervvel kapcsolatban. Tulajdonképpen szintetes főjegyző úr ezt ismertettem ott most, és ezzel a véleményezési szakasz lezárult, amennyiben a címzetes főjegyző úr által elmondott ismertetőt az általa előadott formában elfogadjunk, akkor kérném, hogy készfelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen egyhangú a szavazás eredménye, és harmadik napirendi pontként végül következnek indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések. Van-e a képviselőtestület részéről ilyen? Akkor amennyiben nincs, nekem lenne, én tájékoztatnám a képviselőtestületet, és amennyiben igénylik, a helyszínt is megnézhetjük. A napközi otthonos óvodánkban megkezdődött a felújítás. Ez egyrészt áll egy tisztasági festésből, amit minden évben megteszünk, konyhában és különböző helységekben. Illetve már évek óta égető probléma volt az, hogy a csoportszobának a parketta burkolata az idénként fölválik. Én megkérdeztem szakembereket, és azt mondták, hogy félő az, hogy egyszer, ugye mi ezt lefogadtuk, hogy nem mozogjon, illetve a KFT dolgozói, ez félő az egyszer csak, hogy fölrobban úgymond, és én nem akartam ezt megvárni, hogy valamelyik gyerek esetleg megsérüljön, tehát ezt a rossz parketta burkolatot most távolítják el, és egy laminárpadló burkolatot fog kapni az a csoportszoba, azért, hogy biztonságosan használható legyen, illetve egy festést is. Azt hiszem, hogy ezt mindenképpen meg kellett tennünk, azért, hogy nehogy sérülés legyen később belőle. Az óvodában? Az óvodában, igen. És ugye korábban tájékoztatást adtam a képviselőtestületnek arról, hogy jogszabály folytán kötelező villámhárító és tűzvédelmi rendszer kiépíteni, ami már évek óta szintén égető probléma, hogy ez az óvodában nincsen meg. Ez is szerintem egy-két héten belül a munkálatok el fognak kezdődni attól függően, hogy a vállalkozó mikorra kapja meg a megrendelt anyagokat. Úgyhogy amennyiben úgy gondolja a képviselőtestület, a zajló munkálatokat meg is nézhetjük a helyszínen, de én úgy gondoltam, hogy mindenképpen tájékoztatást kell adnom erről. Képviselőtestület részéről az egyebekben. Van-e még esetleg valami? Jegyző úr részedről? Akkor amennyiben nincs, én megköszönöm mai testületülésünkön való részvételüket, és várom önöket a következő soros testületülésünkre. Köszönöm szépen! Köszöntöm önöket, mely képviselőtestület ülésünket. Köszöntöm Kora Tamás alpolgármester úr, dr. Boros István címzetes főjegyző úr és a képviselőtestület tagjait, valamint a televízió nézőket. Egyben úgy is vágyazom, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokat tárgyaljuk meg a mai testület ülésünkön, melyek a következő lennének. Javaslatok kell, hogy 1.1.1 perc éppen 13 pályázó benyújtásával kapcsolatos konzultatív tanácsi határozatok meghozatalára, elektronikus szavazás formájában történő eljárás. Az előterjesztő én, illetve dr. Boros István címzetes főjegyző úr leszünk. Második napirendi pontunk pedig indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztése. Kérjük a képviselőtestület mellévő tagjait, hogy amennyiben a meghívóban küldött napirendi pontokkal képviseltenek, kérjük készfelemeléssel szavazunk róla. Köszönöm szépen a csendő szavazás eredménye. És akkor kezdődjünk is az első napi rendi ponttal. Egy jó előjáról, hogy kíván szólni szóval. Hát egy új dologról van szó. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ugye a konzorciumi tanácsülésen szoktára megszületne a konzorciumi határozatok, általában a polgármester úr megbízásával én szoktam részt venni rajta. Ott született meg az a döntés is, hogy létrejön ez a
Mirehu Nonprofit Kft., aki a közszolgáltatást január 1-től végezni fogja, a 100%-os önkormányzati tulajdonban. Ahhoz, hogy végezni tudja, már döntöttünk arról, hogy ez az ominózus Keop 1.1.1 per C-vel 13-as pályázatot benyújtsa, hiszen most már ugye ki tudtam küldeni azt az anyagot is, ami még a múltkor hiányzott, az üzemeltetési koncepciót, amiben részletesen fel van sorolva, hogy milyen eszközöket, milyen értékkel, milyen gépeket, hány kukát, stb. Tud ezen a pályázaton szerezni ez a társaság, ez a közszolgáltató cég, aki végezni fogja a szolgáltatást, és ehhez kapcsolódóan küldi a konzorciumi tanács Gesztor önkormányzata Miskolc azokat a határozati javaslatokat, amik szükségesek továbbá is, illetve nyilatkozatok ennek a pályázatnak a sikeres beadásához. Viszont a nyári szabadságolások miatt a konzorciumi tanácsülés nem biztos, hogy határozatképes lenne, ezért választották ezt az elektronikus úton történő szavazást, ami azt jelenti, hogy mindegyik önkormányzat, ahogy látja a képviselő testület, itt a konzorciumi tanács minden önkormányzatának elküldték e-mailbe ezeket a határozati javaslatokat, mindenki egy rendkívüli ülésen külön-külön összehívja a testületét. Nyilván ennek nagyobb esélye van határozatképességre, mint hogyha egy időpontban a konzorcium tanácsülést hívnánk össze, mint hogyha mindegyik testület egyeztetett időpontban összehívja a saját képviselő testület tagjait, meghozzák a döntést, és ezt e-mailen továbbítják a Gesztor önkormányzatnak, aki most már ezeknek a döntéseknek a birtokában tudja remélhetőleg sikeresen ezt a pályázatot véghez vinni. Tehát itt egy határozati javaslatot fogad el a képviselőtestület, mint a konzorciumi tanács tagja, és ez gyakorlatilag olyan, mintha a polgármester ott ülne, vagy én ott ülnék a konzorciumi tanács ülésen, ezt a javaslatot felolvasnak, és mi megszavaznánk. Tehát ez nem egy testületi határozat lesz, hanem egy konzorciumi tanács határozat. Így kicsit bonyolultnak tűnik, de szerintem érthető volt így a magyarázat tagja, nem akkor. Van egy kérdés, hogy szerintem az elhangzottakkal kapcsolatban? Ugye összefoglalásképpen a múltkori rendkívüli testületülésen beszéltünk erről a benyújtandó pályázatról. Ott még voltak kérdések bennünk, illetve homályos voltak, hogy tulajdonképpen mi a vonatkozna ez. De itt az első napi rendű gondol, hogy összesen az öt határozati javaslatból körvonalazódik az, hogy pontosan miről van szó. Én ugye a múltkor is már említettem ebből részleteket, de itt világosan kitűnik az, amit szeretnénk elérni itt a konzorciumban. Ugye szabály az, hogy a határozati javaslatokat végig fel kell olvasni, ez most egy kicsit hosszú lesz, és akkor azután szavaznánk róla. Én azt hiszem, hogy szavazhatunk egyben a végén, vagy külön. Jó, akkor külön fogunk szavazni minden határozati javaslattól, hiába egy napi rendi pont. Tehát határozati javaslat. Sajószegény önkormányzat képviselőtestülete, mint Miskolc térségi konzorcium tagönkormányzata, a jelenlévő képviselőkből, majd a végén reméljük, igen szavazatta a konzorcium tanács határozati javaslatát az alábbiak szerint elfogadja. A konzorcium tanács jelen határozatával felkéri a konzorcium vezetőit, hogy a KEOP 1.1.1 per C per 13-as pályázat felkészítéséhez a szükséges szakértők megbízását készítse el. És írja alá. A tanács jelen határozatával felhatalmazza a konzorcium vezetőit, távol esetén helyettesét, hogy a Miskolc térségi konzorcium KEO 1.1.1 per C per 13 pályázatán benyújtsa, a pályázati adatlapot aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, pozitív támogatói döntés esetén a támogatási szerződést megkösse. Ez lenne az első határozati javaslat. Kérdés észrevétel van-e az általán felolvasottakkal kapcsolatban. Tehát tulajdonképpen ez arról szól, hogy ugye megbízunk a konzorcium vezetőjét a pályázat benyújtásával. Amennyiben nincsen kérdés és észrevétel, akkor kérdem, hogy két felemelésen szavazunk róla, amennyiben elfogadjuk a tárgyat.
Köszönöm egyhangú a szavazás eredményét. Második határozati javaslat. Azt mondja, a konzorcium tanács nevében a Gesztor önkormányzat a pályázati dokumentáció részét képező megvalósíthatósági tanulmány továbbiakban MT elkészítéséhez szükséges adatokat biztosította, az adatok és kiegészítő információk a valóságnak megfelelnek. A konzorciumi tanács a pályázat megvalósítása esetén a beszerzett eszközöknek a konzorcium tagönkormányzatainak tulajdonában lévő közszolgáltató részére történő átadás után fogja üzemeltetni a mindenki hatályos jogszabályok szerint jelenleg kiemelten a 2011. évig 108-as és a 2012. évig 185-ös törvény szerint. A konzultív tanács a fentiek elfogadását követően ezúton nyilatkozik, hogy az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT szerinti adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják. És ennek az MT-ben történő szerepeltetéséhez hozzájárulnak. Ez volt a második határozati javaslat. Kérdésünk pedig képviselőtestület részéről. Amennyiben nincs, akkor kérném, hogy készállna és ezt szavazunk a határozati javaslat tárgyában. Köszönöm egyhangú a szavazat eredménye. A harmadik határozati javaslat. A konzorciumi tanács ezután kéri fel a tagönkormányzatok képviselőtestületeit, hogy a KEROSZ 1.1.1 percével 13 pályázati dokumentáció megvalósíthatósági tanulmányához szükséges adatok és információk valóságnak történő megfeleléséről és az üzemeltetési koncepcióról a KEROSZ 1.1.1 per 13 MT sablon kötelező mellékletek 6.25 szerinti határozatot hozzák meg, illetve a 6.25 szerinti határozatot hozzák meg a konzorciumi Gesztor önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges határozat mintát a tagönkormányzatok részére elektronikus formában megküldi. A konzorciumi tanács ezúton kéri a tagönkormányzatokat, hogy a meghozott határozatokat hiteles pillanat formájában kér példányban Kolozsiné Husák Mária részére postai és szkennelt elektronikus úton megküldeni, szíveskedjenek. Ez volt a harmadik határozati javaslat. Minden tárgyával szavazunk kell. Kérdés észrevétel. Csak egy pontos nyitás az. Nem dátum és nem pad, hanem 4.25. 4.25, igen. A 4.25, igen. Fejezet 25 pont ennek a megvalósíthatósági tanulmánynak nagyon sok melléklete van, és annak az egyik pontja jelenti ezt. Kérdés észrevétel van-e az általatvalósággal kapcsolatban? Kérném, hogy szavazunk a harmadik határozati javaslatról, és amennyiben elfogadjuk készfelve is el. Köszönöm szépen, egyhangú szavazás eredménye. Következő már negyedik határozati javaslat. Tanács azonos módon a környezetvédelmi fejlesztési igazgatóság 1820-2011-ig közösszámú levelében foglalt jóváhagyására pályázat megvalósításához szükséges előtt a konzorcium részére az üzemeltető által eddig és ezt követően megfizetett és a jövőben is fizetendő bérleti díj terhére kívánja biztosítani a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Non-Profit Kft. Egy közreműködő szervezet erre vonatkozó hozzájárulásával. Visszapótlási kötelezettség mellett. Negyedik határozati javaslat. Kérdés is megint. Kassi képviselőt. Az előbbi dolgot szeretném elfogadni, de akkor ide betérne ez, hogy a tagönkormányzatok egyetértése nélkül nem kiszerelhető a konzorcium. Tehát, mint többségi tulajdonos, ne tudjon egyedül határozni. Ez minősített többséget igénylő döntés lenne, és itt a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai szerint ez 80%-ot jelent, és ennél nincs miskolcnak sem. Értelem nem tud egyedül dönteni. Tehát azért nincs benne, mert ez nem fordulhat, hogy... Jó. Egyéb kérdés is szerint elvonnám még a képviselőtestület. Amennyiben nincs, akkor kérnék, hogy erre a határozati javaslat is jósta meg is elkezdeni. Köszönöm, egyhangú szavazásunk eredménye. És akkor én az utolsó határozati javaslat, ami egyben lehoztam.
Alulírom Dr. Pipákos, a Miskolci Eszégi Konzultúra továbbra a Konzultúra előtt, az állami nyilatkozatot tettem. Első pont az ügyészkedésen kívül részre kell 1.1.1 kötője a 11 konstrukcióban, mely egy támogatási szerződést kötött, a pályázat azonosító száma kell 1.1.1 10.11.11.11. Gyakran pályázatunk összeállításakor a kapcsolódási pontokat figyelembe vettük. Második pont a konzorcium tagunk kormányzatai, a KEOSZ 1.1.1 10.11.11.11.0.0.0.1 projekten kívül egyéb hulladék az záporási tárgyi pályázata nem vesznek részt. A harmadik pont, kizárólag a pályázati csomagban definiált települési szilárd hulladék kezeléséhez igénylünk támogatást. A projekt tartalma összhangban van az aktuális, a projektet érintő hulladékgazdálkodási tervekkel és a 2000/HU/16/P/P-re 004 azonosító számú ISPA K.A. polgárból fejlesztett hulladékgazdálkodási rendszerre. Ötödik pont, 2016 után a 2016-os évhez képest a szelektív gyűjtés és a szerves hulladéklerakótól történő eltérítésének aránya a kerülődő hulladékhoz képest nem romlik. Vállaljuk legalább a szelektív gyűjtési rendszerre vonatkozó, a támogatási stratégiában, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglalt célkitűzések, előírások teljesítését. Hetedik pont, vállaljuk legalább a szerves hulladék eltérítésére vonatkozó jogszabályi célkitűzés teljesítését. A 8. pont, a támogatható tevékenységek 5. pontjában meghatározott tevékenységek költsége nem haladja meg a projekt elszámolható költségének 25%-át. 9. pont, megelőzési tevékenységeket figyelemmel arra, hogy a pályázóként a pályázati felhívás szerint B1 pontja szerinti A-típusú pályázónak minősülünk, nem terveztünk 5%-ot elérő mértékkel. Projektben egyes hulladékgazdálkodási célkitűzésekre vonatkozó költséghatékonysági mutatói elérik az útmutatóban meghatározott értékeket. 11. A projekt egyes hulladékgazdálkodási célkitűzésekre vonatkozó költséghatékonysági mutatói nem maradnak el a projekt nélküli eseti útmutató szerint számított költséghatékonysági mutatóitól. 12. pont, a támogatás elnyomása esetén a projekt megvalósítására kötelezettséget vállalunk, valamint a megvalósításhoz szükséges a konzorcium részére rendelkezésre álló fejlesztési alap egy tervére kívánjuk biztosítani. Legfeljebb 250 millió forint összegére jöjjük az erre vonatkozó NKEK engedélynek megfelelően. 13. pont, a konzorcium vagy annak tagú kormányzatai lerakó építésre vagy bővítésre EU támogatást vett igénybe a jelen projektnek lerakó kapacitás építése vagy bővítése nem képezi részét. Jelen projekt keretén belül nem keletkezik többlet a hulladék, a meglévő hulladék lerakó vonatkozásában nem indokolt CBA újra számítása. 14. pont, a támogatással létrejött eszközök, létesítmények működtetésének felületét fenntartó biztosítja a mindenkori hulladékkezelési közszolgáltatási díjon keresztül. Ez lett volna egy határozati javaslat. Kérdés észrevétel van ezzel kapcsolatban a képviselőtestület. Amennyiben nincs, kérnek még két felemeléssel szabadunk az utolsó, hogy már 5. határozati javaslatból is. Köszönöm szépen egy hangos szavazására ezennek. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy az első napon ennek szereplő 5 határozati javaslatból az előző egy képviselőtestülete egyhangúan a jelenlévő képviselő részvételével. Második napjelenti pont következő működési bejegyzés. Átosodom a szót, hogy jó zűnnek. Különböző bejegyzésnek nem jelentek beszélni még a hulladékszállítással kapcsolatban, hogy az előzménye a dolgok.
mindenki tudja, az arányú 40%-os kiemelésére vonatkozó javaslatot nem fogadta el a képviselő testület. Viszont az arányú kompenzáció számlázta azt az összeget az első negyedévre vonatkozóan, ami a megemelt díj és a jelenleg alkalmazott lakossági díj különbsége. Ezt ugye mi nem tartottuk jogosnak, itt visszaküldtük a számlát, leírtuk, hogy kerültük, ez nem jogszerű. Most viszont már olyan stádiumban jutott az ügy, hogy az AVE nem számlát küldött, hanem fizetési meghagyást. Ennek az a lényege, hogy egy külön jogintézmény, a fizetés meghagyási eljárás, ami azt jelenti, hogy ha az önkormányzat ezt sem fizeti ki, ellentmond, akkor ebből automatikusan perlek. Itt konkrétan itt 898.274 forint, amit a DIN címe az önkormányzattól tudjuk ki, hogy ennyivel fizetett volna többet a lakosság. De most meg ennyivel kevesebbet fizet, mert nem fogadtuk el azt az aktívus elmenítőt az önkormányzattól követelik. Na ez lesz a per tárgya. Ezt az ellentmondást viszont nem lehet csak elektronikus formával, elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva dokumentumként ezt kibocsátani. Ilyen az ügyvédi irodáknak van, ezért javaslom a képviselő testületnek, hogy erre az ellentmondásra bízza meg Márdai Ákos ügyvéd urat. Azért őt, mert felhívtam a városát, akik ugyanúgy nem fogadták, de ugyanúgy megkapták a fizetési meghagyást, és nyilván egy városnak már van ügyvéd irodája, aki speciálisan ezzel az ügyjel foglalkozik, tehát képbe van, és ők is őt fogják megbízni. Tiszakeszivel is beszéltem, akik szintén ugyanúgy nem fogadták el a megemelt díjat, megkapták a fizetési meghagyást ugyanilyen összegben, és valószínűleg legalábbis az előterjesztés úgy menő testület elé, hogy ők is Márdai Ákos ügyvédet bízzák meg ennek az ellentmondásnak a kibocsátásával, és nyilván majd a felnek történő képviselettel. Erről szeretném a tájékoztatást adni. Nem vonatkozik ez az első negyedéves összeg. Megtehette volna az AVE, hogy az egész fél éves összegre, ami nyilván érdemszerűen duplált ennek a 890.000 forintnak fizetési meghagyás, bocsánat, ide a véleményem szerint óvatos, hogy ez egy olyan próbakemszerűség lesz, hogy ha nyernek, akkor nyilván majd a második fél évig ellen is jó, vagy fognak kiadni egy ilyen fizetési meghagyást, mert ennek azért elég komoly költségei és eljárási díjai vannak. Ha meg nem, akkor hagyják a fenébe. A második fél év után viszont már szóba se jöhet, mert hogy jogszabály által ugye csökkenni fog a rezsicsökkentés keretében a személyszállítás költsége is a 2012 áprilisi rendeletben. Akkor a káros rendeletnek megfelelő személyszállítási díjakat alapul véve, illetve abból kiszámolva. Köszönöm szépen, szintén testvérődő úr. Beszámolják? Kérdés is szerintem, igen, kérdés is szerintem. Ez az eljárás körülbelül milyen költségekkel tett elő a kormányzatot? Hát maga az eljárás akkor fogja terhelni, hogyha ebből veszesen jönnénk ki. Hogyha a bíróság nekünk ad igazat, akkor az ügyvédi költségtől kezdve minden díj és illeték az amit terheli. Igen. De még az ügyvédi költségtől igazából nincs meg, tehát nem tudjuk konkrétan, hogy milyen összeg. Hát a magából a követelésből kiinduló vagy a 30.000 forintos ügyvédi költség lehet szerintem. Ilyen elvi dolgok vannak leginkább, hogy ezt a... De biztos az a bejavasz. A pillanatnak akkor elismerjük a dolgot, ha nem, akkor esetleg van esélyünk. Hát ugye összefoglalva, nem kérdés azt, hogy egy címzetes fejegyző beszámolját elfogadjuk, hiszen ugye hónapok óta húzódik ez a dolog, és ugye a mi jogértelmezésünkben is, ugye ezek szerint másnak a jogértelmezésében is a vonatkozó jogszabályok szerint az AVE
hímértékű díjemelése jogszabályozó volt, és ugye, hogyha már eddig eljutottunk és nem szavaztuk meg, illetve a kiküldött számlát is, és úgy gondolom, hogy attól nem kell visszajönnünk, hogy most ellentmondás révén ebből per fog kialakulni, hiszen ők is óvatosan vannak a dolgokkal, amit az ügyvédőr elmondta, az egész téléves költséget is kiszámláltatták volna. Tehát ugye most igazából nekik ebben a gondolatmenetben teljesen mindegy az, hogy a lakosság mindig fizetjük ki, de ha már egyszer nem fogjuk el, akkor szerintem ezt ügyvédőrük. És kérném, hogyha elfogadjuk a jelentőnök számolóját ebben a formában, akkor kész tálva is a szavak. Szeretném hozzátenni egyrészt a tévédőzőknek, a testületnek is, hogy a magyar bíróság döntését megelőlegezés politikai nem lehet. Az bármi lehet. Ismerik a magyar bírói gyakorlatot, hogy más és más bíróság ugyanabban az ügyben egymásnak hangok egyenes ellentétes ítéleteket hoznak. Úgyhogy én ugyan meg vagyok róla győző, vagy igazunk van, de ki tudja, hogy a bíróság is megveszte el a győzőmet. Minden esetre az, ahogy a polgármester úr is mondta, az jó, hogy nem egyedül harcolunk Don Quixote-ként a szélmalom ellen, hanem több önkormányzat együtt. Ugyan pertársaság nem alakítható ebben az esetben, mert nem állnak fent az eljárás jogi feltételei, de már az, hogy egy ügyvéd fogja képviselni ugyanazt az ügyet, már az biztató, már nekem gyanús, az AVE nagyon trükkös, mert ezt a fizetési meghagyást mi közjegyző útján lehet kibocsátani, és egy székesfehérvári közjegyzőt. Tehát lehet, hogy próbálják kiteríteni majd az országban. Ők is abban bízva, hogy esetleg lesz majd olyan bíróság, aki... Na, meglátjuk. Én bíznám bennem, hogy igazán van, mert úgy, hogy ezt az ügyet is meghajtjuk. Így van, ugye ilyen jellegű beltudomásunk szerint még nem volt, ugye akkor ebben a tárgyban bírói gyakorlatilag alakulhatott ki, úgyhogy én ezt a majd amikor megszületik a bűnet egyébként, ez lesz az első ítélet, ami alapján valamilyen módon alakulni fog a bírói gyakorlat. Kérdés észrevétel, illetve az egyenekben van előterjesztés a képviselő. Akkor amennyivel nincs, én megköszönöm önöknek a mai testületményésen való részvételt, és várom önöket a következő testületményt.